Egy nagy küldetésem van a mai nap. Maradj realisztikus. Na, gyerünk! Nem lehet ez annyira nehéz, nem? Nos, kipróbáljuk. Ugyanis a mai napon a célom, hogy megépítsek itt egy farmot. Nem is akármilyet. Egy epic farmot. Ez igazából csak annyit jelent, hogy egy csomó minden lesz rajta. Leginkább a növényekre fogok ma fókuszálni, de azért egy-két tyúkot is elszórok majd itt-ott. Készen álltok? Építsük meg ezt az epic farmot, majd rendezzük be a házakat. Aztán járjuk körbe az egészet, lessük meg az apró kis részleteket együtt. Let's go! Amikor beszpónoltam ebbe a világba, rögtön a látótávon belül egy falvat vettem észre egy kis síkság biomon. Ez a hely egyszerűen tökéletes volt. Nagy sík felület, rengeteg üres, beépítésre váró zegzug, és még egy folyó is van mellette. Király. Tudom, ami a képernyőn zajlik most, az nem a legizgalmasabb dolog a világon, de higgyétek el nekem, egy kis formázástól teljesen megváltozik egy táj hangulata. Fentről a legkönnyebb megmutatni a tervezést, ahol egyféle tervrajzszerűen lehelyezek pár gyapjút, amik jelzik az utakat, a házakat, a termőföldeket és a gyümölcsfákat, mert igen, azok is lesznek. Nyilván a legfontosabbak, a pirosak, mert azok a házak formáját is megalapozzák már. Kezdjük rögtön ezzel a vízimalommal itt. Ez egy nagyon különleges kis projekt, ugyanis ezt streamben csináltuk Twitch-en. Ejha, tartottam egy kis szülinapi élőadást, és annak keretein belül húztam fel ezt a házat. Vicces info, ezt a szinkront épp a születésnapomon veszem fel, úgyhogy itt szülinapi pörki beszél. Hello! Viszont, mint látjátok, közben alakul a malom is a maga egyszerű, realisztikus formájával. Csak egy kis teraszrész és pár ablakkeret díszíti majd az egészet. Kicsit nehéz nem teledobálni fantasy elemekkel, ami szinte már a csatorna fémjele lett az utóbbi években. Vitatkozhatnánk a narancssárga tető realisztikusságáról, de sajnos máshogyan nem tudom megjeleníteni a lehullott őszi leveleket a tetőn. Plusz így legalább lesz egy kis szín a sok takarmány növény között. Most jön a farmház, és az ilyeneket annyira imádom. Olyan kis egyszerűek, letisztultak, nyugalmat árasztóak. És ezek a fajta farmházak szinte mindig fehérek. Fekete tetővel persze, szóval ettől a jó szokástól magam sem térhettem el. Követtem a tradíciót. Noha a részletességét tekintve nem a kedvencem, szerintem sokkal több dísz elfért volna rajta, mégis elégedett vagyok vele, hiszen valósághű. És most ez a lényeg. És akkor jöhet egy kémény a hidegebb téli napokra, valamint egy apró kertecske, amit tavasszal és nyáron gondozni lehet. Meg persze egy erkély ide fentre, ahová a napsütéses őszi napokon ki lehet ülni. Méhészet! Az következik most. És tudom, azt mondtam, leginkább a növényekre fogok fókuszálni, de sajnos méz nélkül nem igazán tudom elképzelni a reggeli teámat, szóval jöhetnek a méhek. Úgy gondolom, hogy ebben az aranyos, katicskor kunyhóban egy méhész is szívesen lakna, hiszen berendeztem a helyet a későbbiekben. A rovarok amúgy a hátsó kertben lesznek elhelyezve, rengeteg virág és búza veszi majd őket körül. Ezt a területet üresnek gondoltam, és nem akartam egy egyszerű kis ültetvénnyel megoldani a dolgot, szóval felhúztam egy üvegházat a paradicsomoknak. Munkagépek. Azok is kellenek. Ideje építeni egy traktort. Amúgy is keveset használom az új részblokkot, úgyhogy ez egy tökéletes alkalom, hogy egy kis kék nether deszkával vegyítve felhasználjam. Ja, és emögött egy sziklatövében helyet kap egy kis tökfarm is, ahol különböző méretű tökök nőnek a sáros talajon. Mindez egy fallal és fákkal körbevéve. Oké, ezt meg kell mutassam. A játékban nincsen kukorica, igaz? Na ugye. De mi a farmok egyik legalapabb terménye? A kukorica. Na látjátok, megoldást kell találni erre a problémára. Na, most lehetne World Edit-tel trükközni, de az macerás, plusz nem mindig effektív. Jól néz ki, de... Ja, elfogadhatjuk, hogy ez kukorica, de... Nem. Vagy készíthetünk egy textúra csomagot, ahol a bambusz egy része sárga, és az maga a kukorica. Nekem tetszik, kreatív. Használjuk ezt. Szóval, ezek után teleültettem a helyet minden jóval. Búzával, répával, krumplival, céklával, és persze, természetesen, kukoricával. Viszont srácok, elkészültünk!
Itt is vagyok, a körbejáráson. Nagyon izgatott vagyok már, ugyanis rengeteg dolgot szeretnék most nektek mutatni. Viszont, hogyha idáig eljutottatok a videóban, akkor arra szeretnének titeket megkérni, hogy lájkoljátok ezt a tartalmat. Valamint iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek. Nagyon-nagyon sokat segítetek vele, köszönöm szépen. Na de akkor ne is húzzuk tovább az időt, íme a farm. Még mielőtt megnézzük a berendezéseket, itt kezdünk. Itt van mellettünk egy kis céklafarm. Természetesen az összes ültetvény körbe van véve valamennyi bokorral. Szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy kis sövény, nagyon jól néz ki, és kiemeli a zöld takarmány növényeket a zöld tájból. Igen, itt van a kukorica, amit már annyit emlegettem nektek, és annyira tetszik, és itt be lehet menni így a különböző kis folyosókon, itt végig lehet menni. Nem tudom, hogy ki járt már esetleg kukorica földön, ki látott már ilyet a valóságban. Én nagyon szeretek itt átmenni ezeken a kis kivágott folyosókon, tök szuper az egész. Na de, ne időzzünk itt el túlságosan sokat, láttátok már magát a kukoricát, hogy mégis hogyan van pontosan ugye megoldva. Egyébként hagyok nektek egy linket a leírásban, feltöltöm ezt a kis resource packet, amit én készítettem el, ezt letölthetitek és a saját világotokban is tudjátok használni. Az első két blokkjára érvényes, ugye a bambusznak, ezen felül pedig már nyilván ugye zöld lesz az egész. Na de akkor jöhet a traktor. Igen, ezt végül nem egy használatban lévő traktornak képzeltem el, hanem biztosan láttatok már filmekben, vagy esetleg a valóságban is olyan munkaeszközöket, amiket már nem használnak valamilyen oknál fogva, és ezek általában a filmekben ilyen tyúkfészekként vannak megjelenítve, és így van ez itt is. Megszállták a tyúkok, lerakták ide a fészkeiket, valamint, mint látjátok, teljesen benőtte a fű, és hát ugye itt vannak a kis tyúkocskák is, itt van egy pár tojás is, és hogyha ide bemegyünk, akkor láthatjátok, teljesen üres, kiszedték már az ülést is, tehát ez itt abszolút nincsen használatban. Simán el tudom képzelni, hogy beragadt. Na de hol ragadt be mégis, és miért ragadt be ez a kis traktor itt? Ugye közben itt megnézhetitek, látjátok a különböző földeket, valamint vannak madárjesztők is, fák, őszi fák, sima fák, amik még nem dobták le a leveleiket, stb. Stb. Tehát válaszoljunk arra a kérdésre, hogy mégis hol ragadhatott be ez a traktor. Ugye látjátok, hogy innen érkezik, pótkocsi sincsen éppen rajta, és hát nagyon gyanúsan a tökföld felől jön, ami pedig itt van lent. Na most a tökföld. Imádom a tökföldeket. Lessük meg. Tehát körbe van véve fallal, belül pedig sár van itt. Eléggé sáros a rész, ugye lehetséges, hogy azért akad be az a kis traktor. Tehát különböző méretű tökök vannak itt, van rajta nyilván ugye ilyen szár is, ezt egy tengeri uborkával jelenítettem meg, valamint a kicsikét lombosabbakat egy virágcserébe helyezett dark oak, azaz sötét tölgyfa szeplinggel jelenítettem meg, és akkor így tök könnyű vizualizálni, hogy ugye rá van nőve erre a szárra, igazából erre a nagy befutott ugye növényre. És akkor különböző méretek, ugye vannak picik, vannak nagyobbak, valamint használhattam volna Minecraftos fejeket is, tök fejeket, viszont ezt nem tettem meg, azt a gyümölcskertre hagytam, úgyhogy azt is meg fogjuk majd nézni. Na de akkor ez volt itt nem más, mint ugye a tök farm. És akkor itt van mellette egy hatalmas nagy répás ültetvény, ez nagyon tetszik, nagyon szép élénk zöld színe van, tele vagyunk répával is természetesen, minden takarmány növény megtalálható itt elvileg. Oké, akkor visszamegyünk, és közben pedig magunkba szívjuk a tájat és annak a szépségét, valamint a hangulatát. Tehát itt a hangulatra mentem rá nagyon, számomra az a legfontosabb, hogy hangulatos legyen egy építmény. Nem kell, hogy tökéletes legyen, sőt nem is az egyáltalán, de nagyon hangulatos. És itt van egy kis hinta, ahol ősszel el tudunk itt lengedezni szépen ugye ezeken a láncokon, valamint tele van tyúkokkal minden, igen. Oké, akkor ez a ház. El kell, hogy mondjam nektek, hogy ez az abszolút kedvencem ezen a farmon. Semmi nem előzi, imádom. Na most ide raktam nyilván egy ilyen kis szélmalmot, ezeket egyszerűen imádom, és tényleg szinte minden farmomra építek egy-egy ilyen hasonlót, nagyon-nagyon tetszik. Ugye így gyülekeznek a falusiak, mert ezen a kis részen, ami egyébként eredetileg falu volt, szóval ez valamilyen szinten egy falu átalakítás is, egyedül itt volt harang, úgyhogy
igen, és akkor most szépen mindenki menekül, így van. Na de akkor itt van ez a kis terasz rész, ahonnan el lehet látni nagyon messzire, valamint hogyha bejövünk, akkor láthatjátok, hogy ez itt nem más, mint egy malom. Itt vannak ezek a hatalmas mozsárszerű dolgok, amikben a búzákat törik, ugye itt látjátok, eléggé be van rendezve. Itt látható ugye a sok-sok fogas kerék, valamint itt fel lehet elméletbe menni, gyakorlatilag viszont már itt sajnos nem volt helyem, de jól nézett ki ez a kis feljáró, úgyhogy ezt ide tettem, és akkor még egyszer ugye a fogaskerekek, valamint, hogyha elmegyünk itt körbe, végig megyünk itt ezen az úton, és lemegyünk a folyópartra, akkor láthatjátok, hogy ez egy idézőjelben működő képes kis vízimalom, tehát ténylegesen van neki egy ilyen kis csatornája, amin itt végig folyik szépen a víz, és akkor lemegy itt, ez hajtja a kereket, és természetesen itt lent is be van rendezve, itt örli a búzát, ez a nagy-nagy kerék itt, valamint itt van ugye maga a por, a liszt, úgyhogy ezt láthatjátok, hogy különböző blokkokkal jelenítettem meg, és hát ugye itt tároljuk a búzákat, egyértelmű, nyilvánvaló, valahova menniük kell a báláknak. Na de akkor most szépen itt hagyva ezt a szép kis területet, elmegyünk a következő kis épületünkbe, ami szerintem lehetne az üvegház. Na most, az üvegházban mi lehet mégiscsak? Néhány héttel ezelőtt láttam, hogy valaki az Instagramon a rózsákat paradicsombokroknak használta. Ez egy rettenetesen kreatív ötlet, nagyon-nagyon tetszett, ezért itt megjelenítettem ebben a kis üvegházban. Látjátok, van itt locsoló rendszer, tehát eléggé korszerű ez a farm, még akkor is, hogyha egy picikét ilyen tradicionálisabb hangulatot áraszt, nem ezt a nagyon postmodern vagy ultramodern farmokat. Nos, és akkor itt vannak ugye a paradicsomok, itt látjátok, el van vezetve a fölösleges víz, tehát kifolyik a földekből, valamint salátának használtam, ugye ezeket a páfrányokat, a saláták is üvegházban szoktak általában lenni, és úgy voltam vele, hogy hát kell egy pár, mert hát imádom a salátát, ugye ebből kettő van, itt van a második, viszont ebben is ugyanaz van, mást nem találtam ki hozzá, szerintem ez épp elég ez a két fajta növény, valamint napraforgó, természetesen azt is tettem ide, ez az egyik kedvenc virágom a valóságban is, és a Minecraftban is. Oké, merre menjünk tovább? Na most mondanám, hogy szavazzunk, de hát nem tudunk, szóval. Én azt mondom nektek, hogy legyen ez a sorrend. Elmenjünk a méhészházba, utána megnézzük a farmházat, utána pedig azt a gyümölcsös ültetvényt ott, ami az egyik leghangulatosabb része ennek az egész farmnak. Na most, hogyha itt elmegyünk, látjátok, bálák, valamint búzák vannak mindenütt, és akkor itt szépen feljövünk. Látom, itt is van egy-két falusi. Azt hiszem, hogy itt is van egy haranga közelben. Hello! Mit csináltok ott a falnak támaszkodva? Gyanúsak vagytok nekem? De itt van a méhészház, ugye a méhész lak. Itt lakik a méhész, valamint itt tud dolgozni a méhekkel is. Oké, tehát itt bemegyünk, ez itt valóban egy lakás, tehát itt lakhat valaki. Itt van ez az alsó rész. Ennek igazából nem nagyon adtam funkciót, csak úgy voltam vele, hogy bedobálok ide pár dolgot, mert mindennek találtam helyet, és már nem volt szükségem ugye erre az extra részre. Na most itt van egy ilyen galéria, ez egy ilyen galériás hálószoba, és akkor így néz ki, itt tud aludni a méhész, itt tudja a cuccait is tárolni, és hogyha itt lemegyünk, akkor természetesen ugye van itt egy kis konyha, hát arra mindenképpen szükség volt, ugye itt van a gomb, amivel meg lehet nyitni a csapot, és akkor itt van egy ilyen kis üveg, mert miért ne? Természetesen van egy padlás is, ahol különböző dolgokat tárolnak, főként ugye a mézet itt fent a hideg, nyírkos levegőn, és hát egy kicsikét már be van pókhálósodva, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne kitakarítani, de ez nem a mi dolgunk, úgyhogy megyünk is tovább. Oké, tehát itt vannak a különböző méhész felszerelések. Na most a méhész felszerelésekkel kapcsolatban, hát ugye így oldotta meg egy fehér bőrszett, valamint látjátok a sisak az ilyen. Gyorsan fel is húzom, hogy meg tudjátok nézni, íme, és akkor így lehet kimenni a méhek közé, és akkor nem kell félni, hogy ugye esetleg megcsípnek. Na, oké, menjünk ki szerintem, hagyjuk itt a mézeket, és akkor üdvözöljük a méheket. Hellóka, hellóka, szúrós emberek. Szóval, igen, így néz ki, van itt ledobálva néhány kis üvegecske, valamint itt van ugye a sok-sok méh kamra, kaptár, akarom mondani, ezeket kaptárnak hívják. És ugye hát igazából bármikor ki lehet a... Te jó ég. Még jó, hogy van rajtunk védőruha, így nem tudnak megcsipni.
Most ne nézzétek, hogy kreatívba vagyok, jó? Tehát egyébként bármikor kiszedhető, valamint fogyasztható a méz, és akkor látjátok, a rengeteg virág is itt van, valamint hát ugye dísznek ide tettem még egy nagy-nagy földet, amit igazából a méhek is tudnak szállni, bár nem mennek el innen messzire, mert tele vagyunk itt virággal, szóval tökéletes helyük van itt, imádják az itt létet. Oké, most menjünk ki szerintem így ezen az ajtón, és akkor mondjuk búcsút a méhészháznak, hogyha elfordítjuk a kis fejünket, meg a figyelmünket, tehát erre az oldalra, akkor most jön a farmház. Itt van ugye nyilván a krumpliföld, amit már említettem nektek, és akkor itt ezen az úton megközelíthető a farmház. Nyilvánvalóan itt él a tulajdonosa ennek a farmnak, a többi az leginkább csak ugye munkaházak, munkaépületek, valamint munkaeszközök, viszont itt, na itt folyik az élet. Itt van ez a kis kertecske, vannak itt magas tuják, valamint a föld és a madárijesztő ismételten, és akkor itt van ez a nagy terasz, ami általában ugye a farmházaknál megtalálható szokott lenni. Na most én ide nagyon el tudok képzelni egy-egy ilyen növényes ládát, vagy hintaszéket, vagy valami egyébként hintaszéken van is ott bent, úgyhogy menjünk is be, és meg is mutatom nektek. Na hát akkor így néz ki az előszobánk, ugye itt van a lépcső, ez egy nagyon menő kis csiga lépcső, és hogyha megfordulunk, akkor láthatunk itt egy kis virágcserepet is, valamint, oké, ezen az oldalon van az étkező, ezen pedig a nappali. Nézzük először az étkezőt. Eléggé egyszerű, de nagyszerű. Itt vannak függönyök, ugye zászlókkal megjelenítve, valamint itt van a kis asztal. Ráfért egy torta, születésnapi torta. Vajon kié lehet ez? Fogalmam sincsen. Na és akkor ott van egy harang, egy kis díszítés, néhány polc, egy festmény, egy óra természetesen, meg hát itt is vannak könyvek, ugye itt vannak a receptek, meg mindenféle receptkönyvek. Oké, akkor a nappali, ez egy egészen egyszerű berendezésű kis nappali, van itt egy kandalló, néhány festmény, egy hintaszék, amit már említettem, egy lámpa, és akkor van egy-két fotel, meg egy komód, és hát akkor nagyjából ennyi. Viszont, hogyha felmegyünk, nem tudom, hogy ismeritek-e ezeket a stílusú kis hasonló házakat, ahol igazából nem arról ismertek az itt élők, hogy annyira vagyonosak, hanem inkább arról, hogy mindenük, minden bútoruk, amiket ugye az évek, évtizedek alatt összegyűjtöttek, azokat megtartották, és hát berendezik a szobákat vele. Na most ezt a hangulatot próbáltam megjeleníteni ebben a két fenti szobában. Itt van a gyerekszoba, azért ennyire színes. Én személy szerint az ilyeneket nem preferálom, hogyha ilyen lett volna a gyerekszobám, megörültem volna, de itt egy lány és egy fiúnak az ágya. Testvérek, ugye látszik, itt van egy ilyen kis kalózberendezés, ugye a fiúnak, hogy tudjon kalózosat játszani, vagy éppen a lánynak, hogyha az érdekli, miért ne érdekelhetné, valamint itt tudnak babázni, ebben van a teázó szett ebben a kis ládában, és akkor ide le lehet ülni, teázni tulajdonképpen, ki mit szeretne csinálni. Oké, átmenjünk szépen a másik oldalra, itt van a master bedroom, ugye a fő hálószoba, itt van egy tükör, ami előtt el lehet készülni, nyilvánvalóan egy kis székkel, itt van maga, ugye ez a szekrény, ebben nyilvánvalóan van ruha, és akkor itt van ez a nagy ágyikó is, néhány festménnyel, néhány tízszel, és egy jó széles ágy. Oké, itt van még egy erkély, tudjátok, hogy ez nagyon fontos, nagyon szeretem az erkélyeket, ide kilépünk, kinézünk, körbenézünk, és hát ugye látjuk a tájat. Oké, menjünk tovább, és akkor az utolsó elem következik, ami nem más, mint az egyik leghangulatosabb, és igen, hát a gyümölcskert, úgyhogy itt elmegyünk a farmház mellett. Ó, ez majdnem elmaradt, kitalálja ki, hogy mi ez? Oké, ez nem más, mint egy kinti pottyantos. Így van, biztosan gondolkodtatok már rajta, hogy hát hova mennek el az emberek, hogyha nagy dolog van. Hát ide. Na, oké, innen elfordulunk, és akkor az utolsó elem, az abszolút kedvenc, leghangulatosabb rész, és hát ez nem más, mint ugye a gyümölcskert. Ebben rengeteg almafa van, itt almafejeket használtam, valamint láthatatlan item frame-ekbe raktam különböző almákat, és akkor így vannak kisebb-nagyobb gyümölcsök is. Itt vannak ezek a létrák, ezek azok a nagy, kinyitható létrák, amiknek két oldala van, biztosan ismeritek, ugye így néz ki, így fest, így fel lehet rámászni, és akkor el lehet kapni ugye a kedvenc gyümölcsünket, azt az almát, amelyik ugye éppen tetszik nekünk, és akkor ebből egy csomó van, akkor vannak itt olyan fejek, amik almás kosarak, ezeket imádom. Nagyon jól néznek ki, és ugye a különböző fák alatt nagyon hangulatosak, ugye az egész el van valamennyire kerítve, hogy az állatok, a vadállatok
Például azok a telnek ne tudjanak ide bejönni, és akkor itt lehet körbejárni, szedni az almákat. Nagyon-nagyon király. És bárcsak a valóságban is több ilyen lenne, ilyen szed magad farm dolog, én nem igazán szoktam ilyenekkel találkozni, tehát majd talán egyszer ide is bejön ez a trend. Na de hát igazság szerint ez volt itt az Epic Farmom, amit építettem nektek. Mindenképpen írjátok le nekem kommentben, hogy hogy tetszett, melyik volt a kedvencetek, mi tetszett benne, vagy ti mit raktatok volna még hozzá. Hajrá, hajrá, várom a javaslatokat. Hamarosan újra találkozunk, addig is ne felejtjétek el, hogy a tea, a tök, valamint minden őszies és farmos mindenre jó. Legyetek jók és szobatiszták! Na sziasztok, hellóka, pápá!